Köszöntöm a Trio TV nézőit! Büki stúdió beszélgetések sorozatunkban évértékelő, évindító beszélgetésnek adunk helyet, teret. A stúdióban pedig a vendégünk dr. Németh Sándor Bükk polgármestere. Jó napot kívánok! Köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát bőven van miről beszélnünk 2021 vonatkozásában. Úgy összességében milyen évet zár Bükk, hogyha 2021-re tekintünk vissza? Felemás évet zár. Szerintem nagyon sokan így vannak vele. Tehát a koronavírus járvány nagyon nagy veszteségeket okozott Bükknek is. Itt nyilván emberéletekben, akár emberi kapcsolatokban, és hát gazdasági szempontból is egyaránt nehézségeket okozott. Ez az egyik oldala, de azt gondolom, hogy ha nehézségekkel megküzdünk és azok mögé nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok fejlesztés viszont el tudott indulni, vagy meg tudott valósulni, amelyek a későbbiekben fognak beérni igazából, amikor a járványon valamilyen módon túl leszünk. És akkor tényleg egy teljesen más, egy magasabb színvonalú település közszolgáltatásaiban, gazdaságában megújult, megerősödött település fog ebből kilábalni. Talán ez az a remény, ami a járvány, ami előbbi elmúlt, tehát óhajtva még az ember előtt áll. Tehát ez a felemásság, ez a kettősség jellemezte a 2021-es évet Bükk életében, de szerintem sok település életében is. Amikor igyekeztem készülni erre a beszélgetésre, akkor végig gondoltam, hogy éppen a koronavírus járvány miatt és az abból adódó helyzetek, feladatok okán azért önmagában nyilván nehéz értékelni ezt az esztendőt. Akár úgy is, hogy mondunk mellé költségvetési számot, kiadásokat, bevételeket, terveket, pályázati lehetőségeket, hogy egy, és amiről viszont kevesebbet szoktunk beszélni, de most megkérem polgármester urat, hogy ejtsünk arról szót, hogy helyezzük el Bükköt megyei vonatkozásban. Olyan szempontból értem, hogy nyilván adott összegből gazdálkodik az önkormányzat, tervez, pályázatokhoz hozzáfér, de mihez képest? Nyilván saját magához képest egyik szempontból a koronavírus járvány okozta helyzetből adódóan, másrészt viszont akár a hasonló méretű városokhoz, hogyha nézzük, szóval ilyen szempontból helyezzük el egy kicsit Bükköt, hogy azért a bükkiek is kitekintsenek a városból. Hát azt gondolom, hogy sokféleképpen össze lehet vetni a települést a megye többi településével, talán inkább városával, arra szűkítjük a kört, hiszen 216 település van Vas megyében, mindegyikkel nagyon nehéz összehasonlítani. A városok viszont, a városok száma az 13, és hát tulajdonképpen a több mint fele hét az 5000 fő alatti kis törpevárosnak mondjuk inkább, törpevárost. Ugye Vas megyének a sajátossága, hogy Szombathely egy erős vízfej, illetve hát nagy a városok közötti népességbeli szakadék, hiszen a második helyzet Sárvár népessége alapján az egy ötöde a megyeszékhelynek. Tehát ott óriási a különbség, nincs mondjuk egy olyan ellenpólus, mint Győr-Moson Sopron megyében a 130 ezres Győrnek egy 60 ezres Sopron, vagy Zala megyében tulajdonképpen kategóriájában nagyságrendileg hasonló nagyságú Zalaegerszeg vagy Nagykanizsa. Tehát itt egy kicsit a település szerkezet az tagoltabb, és hát elaprózott, ami sok szempontból nyilván csomó értéket is ad a megyének, de feladatszervezés, közművesítés szempontjából, közlekedés szempontjából még nehézségeket hoz. Tehát körülbelül akkor a városhálózatban lévő településekkel lehet összevetni. Nyilván a megyeszéke egy más kategóriát képvisel, mint a többi, de a többi között szerintem elég jó helyt állunk. Most nyilván mindegyik település tudna olyan adatokat hozni, amivel ő lenne a legjobb. De ha mondjuk így kiragadnék egy párat, ami mondjuk jellemző, hogy demográfiai viszonyait tekintve Bükk az egyik legjobb a megyében, hiszen általában a városok, a falvak, aztán meg végképp népessége erőteljesen csökken. Ugye azért itt azt kell mondani, hogy a rideg valóság az, hogy Vas megyének a lakosság száma évente mondjuk egy ilyen Bükk és Csepreg nagyságú település lakosság számával csökken. Tehát ez elég riasztó adat, és ebben a körben néhány település tudja növelni a népességeit. Jellemzően egyébként azok a települések, amelyek gazdaságilag erősek, általában a nagyváros környéki települések, hát ilyen gyakorlatilag mondjuk csak Szombathely körül van, amelyek miatt, a kiköltözés miatt.
És hát az ilyen kisebb városok közül, tulajdonképpen az 5000 fő alattiak közül tudomásom szerint Bükk. És most itt azt is hadd tegyem hozzá, hogy ennek az időbelisége sem mindegy, tehát nem az utóbbi egy évben, vagy minden ötödik évben növekszik a népesség, hanem most már ez egy tartós tendencia, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az idén 60 éves fürdőnek köszönhetően, ugye 62. augusztus 19-én nyitotta meg a kapuit, köszönhetően a település egy más gazdasági pályára állt, amelyet egyébként igazából a demográfiai, tehát a népesedésének a lendületet, a fürdő idején jellegének a megszűnése okozta. Ez 72-ben volt ugye a fedett fürdő megépítése, és egyébként az látható, hogy a 70-es népszámlástól kezdődően a település lélekszáma folyamatosan nő, immár akkor azt lehet mondani, hogy közel fél évszázada. És a 70-es mélypont azon 2400 fő volt, most több mint 3600-an vagyunk, tehát egy fél évszázad alatt másfélszeresére növelte a népességét ez a város, amely most is kisváros, de azt gondolom, hogy a jelen országos népe, meg a megyei népesedési folyamatokat tekintve ez egy nagyon komoly fegyvertény. Értelemszerűen, mivel a természetes reprodukció lakosságnak alacsony, tehát kevesebben születnek, mint hányan meghalnak, a települések népességének a növekedési forrása az a beköltözés. Ez ugye ismételten azt mutatja, hogy Bükk egy vonzó hely, hiszen többen települnek be, mint ahányan elmennek innen. Ez is egy fontos dolog. Aztán nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a vasmegye turizmusában az első helyet mi foglaljuk el. Ugye az utóbbi jó két évtizedben Sárvár turisztikai szempontból azért komoly vetétás lett, tehát egy jó 20 évet tudhat maga mögött, amivel egy nagyon nagy rajtal, repülő rajtal kilőtt. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Bükk és Sárvár adja Vas megye vendégészakáinak kb. 80%-át, tehát gyakorlatilag minden 5-ből 4 vendég valamelyik ezen városban száll meg. Tehát tulajdonképpen szinte egyenlő Vas megye turizmusával ezen két városok egyike, és hát abban egyelőre még az első helye miénk. Aztán ki lehetne ragadni azt is például, hogy a gazdasági szerkezete a településnek az kettős ebben a szempontból, tehát a turizmus és az ipar egyszerre van jelen, ilyen szempontból hasonlít egymásra szintén Bükk és Sárvár, és tulajdonképpen ez az ütésállóságot mutatta a járványhelyzetben, hogy ez jó, mind a két város esetében azt hiszem. Úgyhogy ebben is azt hiszem, hogy jól állunk, és hát ha mondjuk a költségvetési helyzetét pont ezekből adódóan szeretném megyei összehasonlításban elhelyezni Bükköt, akkor mondjuk az idei az extrém, mert ugye a pályázatokkal erősen megnövelt összeg, de a 2021-es évben mondjuk a 5.-6. legnagyobb költségvetési főösszeggel rendelkező település a megyében, ami ha a lakosságra vetítjük le, akkor messze az első. Uh-huh. Tehát akkor ez jóval nagyobb. Hát azt gondolom, hogy ilyen kondíciókkal, ez azt mutatta, hogy ebben a járványhelyzetben is egyelőre, és nem elkiabálva, a település jól áll, és hát tulajdonképpen a több évtized alatt felszedett tapasztalat, erő tulajdonképpen azt mutatta, hogy ilyen krízis helyzetekben a település az meg tud állni a lábán. Milyen összegről is beszélünk? Tehát a 2021-es költségvetési főösszegünk az 4,9 milliárd forint kiadási bevételi főösszeggel van. Mondom, itt jelentős pályázati összeg, különösen a fürdőfőtér pályázati összeg ezt megnyomja, de stabilan 3,5-4 milliárdunk megvan. Nézzünk még vissza azért 2021-re. Mi az, amire a legbüszkébb az évből, hogyha visszatekintünk? Hát azt gondolom, nem tudnék igazából egy tényezőt kiemelni. Ugye itt a világjárvány alatt azt gondolom, hogy arra kell mindenképpen, hogy a városnak a működő képességét meg tudtuk őrizni. Ugye ezért ez a járvány nagyon komoly terhet ró a közintézményeinkre, nagyon komoly terhet ró a vállalkozásokra, nagyon komoly terhet ró és főleg a turisztikai szereplőkre. És ugye benne a legfontosabb turisztikai szereplőre, a fürdőre, amivel fele részben a Bükk város önkormányzata a tulajdonosa, és az egészségügyi rendszerünkre, tehát mindenkire,
egyáltalán bármilyen közegben mozgunk a lakosságra, akikkel kapcsolatban állunk természetesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a kezelése és tulajdonképpen ennek a járványhelyzetnek a kezelése, ami eddig történt, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát azért itt a kollégáim akár hivatalba, intézményekbe, vagy akár a lakosságnak egy jelentős döntő része is szerintem nagyon komolyan vette és jól viselte, kezelte a helyzetet, segítette, ahol tudott. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon fontos dolog, és ezt köszönöm mindenkinek. Tehát ez az egyik. A másik, hogy arra vagyok itt egyszerűbb, hogy tulajdonképpen ebben a válsághelyzetben a város az nem tört meg, hanem tudott olyan fejlesztéseket elindítani, vagy célba vinni, amelyek szerintem a következő fél évszázadot döntően meg fogják határozni. Akkor az alapozás éve volt ilyen szempontból a 2021-es? Igen, de nem azért, mert lerombolták a falakat, hanem erősebbeket, meg magasabbakat szeretnénk emelni, tehát azért egy növekvő városról beszélünk, amelyet egyelőre ez nem tört meg. Aztán majd elválik, mert azért ennek a járványnak nem csak egészségügyileg lehetnek hosszabb távú hatásai, hanem gazdaságilag is, mert még egyelőre múlt időben nem is lehet róla beszélni, mert még itt van. Persze. Azért egy kicsit konkretizáljuk is ezt a büszkeséget, ezt az erőt, ezt az alapozást. Gondolok itt, amit már említett, ugye a két pólusúságból, tehát a turizmus és az ipar kapcsán, az iparra. Mert hogy óriási volumenű beruházás zajlott, és van folyamatban most is Bükön. Hát ugye most korábban erről vita volt, hogy mennyire kell az ipart fejleszteni. Többször is elhangzott, talán azzal is vádoltak, hogy a turizmus helyett az ipart pártolom, ez nincs így, hanem párhuzamosan az önkormányzat, de ez nem csak az én nevemhez fűződik. Ez tulajdonképpen több mint 20 éves, talán az önkormányzatisággal egyidős téma Bükön, hogy a turizmus mellé az ipart, ha lehet, akkor föl kell zárkóztatni, és az utóbbi 20 évben kapott erőteljesebb hangsúlyt, és az idő eldöntötte, hogy ez jó húzás volt. Azt gondolom, hogy ez teljesen különösebb közgazdaságtani előképzettség nélkül belátható, hogy két lábon állni könnyen, mint egyen. Azt viszont szerintem senki nem gondolta, én biztos, hogy nem, hogy ez ilyen gyorsan ez bebizonyosodik. Hát azt szerintem senki nem gondolta két-három évvel ezelőtt, hogy a város bevételeinek mondjuk a körülbelül 80%-a, az adóbevételeink 80%-a az az iparűzési adóból származik, meg körülbelül eddig a fele. Tehát egy normál évben, amikor a turizmus szárnyal, és ugye ők is fizetnek iparűzési adót, akkor nagyjából ez az építményadót, meg korábban a gépjármű adót hozzápakoltunk, akkor körülbelül fele származott ebből, fele meg az iparból, és ez teljesen így megváltozott egyik pillanatról a másikba. Tehát a termelő ágazatok a válságban, a járványban fennmaradtak, ugye a szolgáltató ágazatok egy jó része, a konkrétan a turizmus szenvedte a legnagyobb veszteségeket, meg a vendéglátás, ami jellemző Bükre, és hát ez segített át minket, és itt tulajdonképpen bebizonyosodott az, hogyha a turizmus, és ugye mindig az a minden válságot az éred meg először, akkor tulajdonképpen, ha csak arra támaszkodnánk, akkor most talán a kötelező feladatokat tudnánk ellátni, meg bért tudnánk fizetni az önkormányzati és az önkormányzati intézmény dolgozóknak, aztán körülbelül ennyire futná, és a pályázatuk nem is tudom hogyan, tehát hiába nyernénk, önrészeket nem tudnánk hozzátenni, tehát ez egy visszalökött volna minket nem tudom hány évtizeddel, hogyha ez a rész nincs. Tehát azt hiszem, hogy ez talán legfontosabb. Gondolom, hogy 2022-ben sem változnak meg alapvetően a célok ilyen szempontból. A célok és az eszközök, tehát hogy az ipar és a turizmus az, amire épít továbbra is Bükk, jól gondolom? Igen. Ugye most az érdekes, hogy eddig mindig hol az egyik, hol a turizmus, hol az iparban történő fejlesztés volt az erősebb, egy adott időpillanatban, vagy egy rövid időintervallumot nézve. Akár most a turizmusnál mondjuk egy fürdőfejlesztés, vagy egy gyógyászat felújítás, vagy egyebek. Aztán jött ugye az iparterületfejlesztés, azt már korábban is elmondtam, nem megerősíteni tudom, hogy lényegében az utolsó turizmusból származó bevételeinket raktuk az iparterületbe,
lényegében a család aranyát, a település aranyát raktuk abba az utolsó pillanatba bele, hiszen még a békeiből, a 19-es évből, amikor jól ment a turizmus, abból származó bevételünket kénytelen voltunk önerőként oda betenni, jó döntés volt, mert most az ipar azt majd váratlan visszahúzza, és a nagyon nehéz helyzetben lévő turizmusunkat onnan látjuk, hogy onnan tudunk találni egy lendületet adni. Ez így tulajdonképpen időben komplementere, kiegészítője volt egymásnak, most viszont annak lehetünk a tanúi, hogy egyszerre tulajdonképpen minden szféra, minden része, az ipar és a turizmus egyszerre fejleszt Bükön. Ez igaz úgy is, hogy az iparterületen folyamatosan most már vállalati fejlesztés megy több ütemben. Az elég látványos és elég komoly. A másik, hogy a turizmus területén is, mondhatni önkormányzati részvétellel, is történnek fejlesztések, láss fürdőfőtér, akkor a gazdaság itt, a vállalat, a gyógyfürdő részéről is, a termelőkonyha építés, illetve a kemping felújítás, és ott van a turisztikai szereplők is fejlesztenek, főleg támogatások, kishaludi támogatásokból, vagy turisztikai ügynökséges támogatásokból, a szabadidőközpont gyakorlatilag újjáépítése és érményközponttá fejlesztése, és nem szabad elfelejteni, hogy a szálláshelyek minőségi fejlesztése is megvalósult, és megvalósul, és az is nagyon jó, hogy mindegyik fajta szálláshelyek tudott pályázatot igényelni. A magánszálláshelyek pont a válság idején, tehát a sebeiket kicsit gyógyítandó, vagy azokra írt jelentve, amikor nem volt vendég, akkor tudták pont a kisfaludi pályázatból felújítani a szálláshelyüket, amivel, hogyha helyreáll a rend, akkor tényleg ki tudnak lőni. És a kereskedelmi szálláshelyeknek a óriási ütemű és nagyon impozáns felújításhoz pedig most zajlik a szemünk előtt. Tehát tulajdonképpen a turizmus is egy nagyon gyors, nagyon látványos megújuláson megy keresztül, ami biztató a járvány utáni időszakra. Tehát mindkét ágazatunkra ez igaz. Mikor lenne elégedett? Mivel lenne elégedett 2022? Hogyan záruljon Bükk számára? Hol tartson ez el? Ugye itt az a helyzet, hogy nem tudni, hogy mikor lehet valaki elégedett. Tehát ugye, ha valaki mindig elégedetlen, akkor nem leli örömét a munkában. De ha még mindig elégedett, akkor meg neki is áll dolgozni. Igen. Ugye, mert akkor nem akar változtatni rajta. Ugye ez olyan, hogy ezt nem lehet soha abbahagyni. Tehát mindig adódik új és új feladat. De én akkor lennék elégedett, hogyha tényleg visszaállna az a normális élet, ami 2020 márciusa előtt volt a világban és Magyarországon is Bükön, és tényleg azt megnézni, hogy jelen helyzetben ezekkel a fejlesztésekkel, kibővült turisztikai kínálattal, iparfejlesztéssel ez a település hogy tud igazából kibontakozni, hogy tud egy magasabb szinten megjelenni, egy magasabb szintre lépni, mert ugye itt kéz a kézben kell haladni azzal, hogy tulajdonképpen a végső cél, minden település fejlesztés végső célja, a lakossági életminőség javítását. Ha egyszer az a lakosoknak a lakóhelye, maga a település, akkor mi más cél lehet, mint az. De hát ugye ez sokból tevődik össze, és mindig kulcskérdés, hogy az életminőség javításnak megvan az anyagi fedezete, illetve hogy mennyire fenntartható. És azt gondolom, hogy a Bükkváros önkormányzata ebben a vonatkozásban óvatos és bátor egyszerre, tehát mer új irányokat, új intézményeket nyitni, ugyanakkor azokat fölméri, hogy előre, nem utólag, hanem előre, hogy az mennyire fenntartható, és olyanokat vállal, amelyeket fenn is tud tartani. Tehát nem csak a beruházásokhoz igyekszünk önerőt tenni, hanem azt tulajdonképpen felmérni, hogy annak mennyi az üzemeltetési költsége későbbiekben, mert az makacsul, ugye beépül, amit egyszer megépítünk, annak az üzemeltetése, az üzemeltetési költsége makacsul beépül a költségvetésbe, azt nem tudjuk kihúzni onnan. Na most ez azt jelenti, hogy egyúttal jó kivitelezett, tényleg nyugat-európai színvonalú és fenntartható közintézményhálózatot, közműhálózatot és egyéb kínálati elemeket akarunk továbbfejleszteni, és a lakosságnak
tulajdonképpen az érdekében ezeket fölépíteni, és ha ezek szinkronban vannak, azt hiszem, akkor lehetünk elégedettek. A 2022-es év több szempontból is kerek évfordulókat hoz nekünk. Ezeken körülbelül végig mehetnénk? Mert igen, hogy fontos természetesen. Lesz. Kezdjük akkor a régmúltban. Igen. Melyik a legrégebbi kerek évfordulók vonatkozásában 2022-ben? Hát a felsőbbiki nagypár születése, most a nagyon régmúltban nem tudom, de a felsőbbiki nagypár születése majdnem kerek, ugye 245 és 165, kereken 80 évet élt, 1777-ben született és 1857-ben hunyt el. Hozzáteszem, nem is a Büka születésére, mert Fertőszent Miklóson született, és nem is Bükön halt meg, hanem Inczersdorfban, Pécs mellett, de ide temették el. Hát a reformkor egyik legismertebb alakja, talán a eddigi történetének talán legfontosabb, legismertebb alakja, de hát nyilván az elsősorban ugye a magyar történelmnek szól. Intézményeinket neveztünk el róla, ugye utcát, és hát a síremléket, amely a Szent Kelemen templom parkjában található, azt az elmúlt években felújítottuk. Hogyha ennyire nem megyünk vissza régen az időben, régre az időben, akkor mi a következő kerek évfordulóbük vonatkozásában 2022-ben? Hát ugye az évfordulók kapcsán ugye megemlíthető a Hárombük Egyesülése 1902-ben, az 120 éve történt. Ez egy döntő momentum volt, lényegében a déli vasút megépítése és vele a cukorgyárnak az elindulása eredményezte azt, hogy ez a három kisközség, nagyközség néven egyesült. És egyébként abban a korszakban a cukorgyárnak köszönhetően, ami most a fürdő tulajdonképpen, felejthethető meg, hogy mennyi a motorja a helyi gazdaságnak, társadalomnak, akkor egyébként gyorsabb népesedési ütemet tudott, hiszen már volt 3000 fölötti lakosságszámú Büknek a 19. század végén, de hát akkor nyilván mások voltak a népesedési viszonyok, és ugye a cukorgyárnak a leégése vetett ennek véget, de hát a Büknek a három Büknek az egyesülése is. Tulajdonképpen már a városi jellegűvé válása akkor kezdődött el. És hogyha még korábbra tekintünk vissza, melyik lett a következő, amelyiket mindenképpen meg kell említeni, és lehet, hogy 2022-ben beszélni is hát kell majd róla. Az is kerek évforduló, hogy 65 éve találták meg a Büki vizet, 57-ben fúrták meg ugye kőolaj kutatás közben, és hát azt hiszem, hogy a mostani dátumok közül, az idei dátumok közül Bükk szempontjából a legfontosabb, hogy erre a vízre alapozva 60 éve nyílt meg a fürdő 1962-ben, és ugye ami döntően meghatározta és a teljesen más pályára állította ezt a települést. Ahogy aztán 10 évvel később a 4 évszakos sávállás is. Igen, a szezonalitás megszüntét hozta a Feledfürdőnek a kiépítése. Ugye menet közben gyógyvízzel nyilvánították, aztán később gyógyhelyi a fürdőtelepet, és hát ez hozta tulajdonképpen minden, ami utána következik, szinte ebből fakad, mert ha már itt tartunk, akkor például a várossá válásunknak is az évfordulója kerek. 15 éve avatták várossá Büköt, ugye 2007. július 1-én Sólyom László köztársasági elnök határozatával vált városi rangúvá Bükk, ami akkor egyébként egy kicsit olyan polémia volt, hogy tényleg város-e vagy nem város. Én azt gondolom egyébként, hogy a városi rangot már korábban is megérdemelte volna Bükk, ha ugye csak ugye az adózás miatt a 90-es években egy csomó adótól elesett volna Bükk, hogyha várossá válik, tehát azért nem vállalta egyébként jogosan az önkormányzat ezt a döntést. Később ez elhárult az akadály, de szerintem korábban is megérdemelte volna a városi rangot, és valószínűleg indult volna megkapja. 2007-ben, úgy emlékszem, volt róla egy polémiát, most ez város, nem város, kicsit, hogy fanyalogtak, olyan falusias kinézete van, egyéb. Ez részben most is igaz, de nem feltétlenül baj, de szerintem azért egyértelműen városiasodik mindenképpen a település. Most már azért főleg a régi bükki lakosok faluzzák, néha én is, hogy a faluba megyek, meg ide megyek, oda megyek, de szerintem most már nem hangzik olyan furcsán, hogyha valaki városként mondja, még helyektől is néha hallom, mert most már ebbe az irányba van nyelvbotlás, igen.
Tehát, hogyha nem lesz furcsa, hogyha 15 éves évfordulónak esetleg valamiféle ünnepsége lesz, akkor az már megállja a helyét, hogy a várost ünneplik, igaz? Egyértelműen megállja a helyét. És lesz ilyen ünnepség, vajon? Hát ugye egyelőre most ott tartunk, hogy a költségvetést tervezzük a önkormányzatét és az intézményekét. Most egyelőre a Művelődés és Sportközpont könyvtár vonatkozásában abban maradtunk Tóth Tamás újonnan kinevezett régi új intézményvezetőjével, akinek ezúton is jó egészséget kívánunk a további munkához, meg jó, sok sikert, hogy egyelőre azokat a rendezvényeket tartjuk meg, amelyek milyen hagyományosak. Tehát közülük mondjuk az arató ünnepet azt meg kell tartani, tehát az nem. Meg ott azért meg lehet azt úgy oldani, nem tömörüljenek annyira a népek, meg ugye egyszer elmaradt, most tavaly meg tudtuk tartani, tavaly előtt maradt el, de két évet nem szabad kérni, mert akkor lehet, hogy nehezen aktivizáltak a bandák, és ez nagy érték a településnek, hogy ez itt még megvan, és ezt meg is kell tartani, meg azért a távolságot meg lehet tartani a csoportok között. Hát a gyógybornapokkal egyelőre úgy vagyunk, hogy azt nem tudjuk. Egyrészt ugye a jelentős költséggel is jár együtt, tehát most nem biztos, hogy arra kell költeni a pénzünket, de a valami zenés rendezvényeket megpróbálunk, meg azért a járványhelyzet is alakulhat így is, meg úgy is, tehát nagyon nehéz tervezni. De a kérdésre visszatérve, tehát ha tervezünk, ez így egy munkadátumként, az augusztus 20-a körüli idő szakasz, vagy az arató ünnep, tehát a július első vasárnapja, vagy bocsánat, szombatja, az, ami munkadátumként ugye előfordulhat, hogy akkor, ja, és a testvérvárosi kapcsolat ugye 20 éves török Bálinta, tehát akár azzal is összekapcsolva, meg ezeket így megpróbálják megünnepelni, mert a fürdő megnyitás az augusztus 20-hoz van közel, hiszen 19-én nyitott. Így ezekről próbáljuk még a gyógyfürdővel is összehangolni, meg a műfázzal is összehangolni ezeket a lehetséges időpontokat, de szeretnénk mindenképpen ezeket megemlékezni és megünnepelni. Akkor az biztos, hogy ünnepi év lesz 2022, reméljük, hogy tényleg eredményes is, és sikerekben gazdag. Ezt kívánjuk, és jó munkát mindenhez. Köszönjük szépen, és minden kedves nézőnek is boldog új esztendőt kívánunk. És köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak továbbra is a Trio TV-vel.